Sziasztok, kedves nézőim! Eljött a mai napi szekundáseus DLC stúravezetésünk. Ez egészen pontosan a harmadik pálya, Operation Firestorm 2014. És most egy gyenge jobbos kanyar következik. És sikerült bevenni, most kihúzhatjuk 4-esig, 5-ösig. Istenem, micsoda sebesség! Majd egy kisebb fékezés, és szépen bekanyarodunk balra itt a B-Control pont bejáratánál. Micsoda kanyar volt, kérem szépen! Most jobb 3, és elhagyjuk a járművet, és befoglaltuk a control pontot. Hát pár aknát elhelyezek a biztonság kedvéért, mint látható amerikai félről kezdtük el a harcot, és már is jönnek majd nem sokára a rálhajó orosz barátaink. De egy helikopter már lezuhant, és így a hang alapján egy ejtőernyő nyílt ki, és pont itt van mögöttem az úriember, és későn vettem észre. Hát hiába, nekem is fejlődnöm kell még néha. Na, már is benyomult az illető úriember a B-Control pont területére, magyarán oda kell egyből visszanyomulnunk. Mindenáron azt a pontot kell tartanunk, hisz az a közepe a pályának, és azért a pontért harcolnak ezen a pályán a legtöbbet. Úgyhogy hát hála égnek, az a pár elhelyezett akna az jó ötletnek bizonyult, mert bizony sikerült egy kicsit megtorpantani az előre nyomuló ellenséges tankokat, vagy tankot. De már is egy újabb páncélos van itt előttünk, sőt kettő páncélos, úgyhogy erre fogok én itt egy darabig molyolni velük, szerintem mindesetre egy rakétát már sikerült az egyik illetőbe bele küldenem, ez a második, az a baj, hogy csak 21-et sebez. Tök mindegy, mi van, ez csak 21-et sebez, már rájöttem. Úgyhogy kb. 5 darab kell lesz egyetlen egy tankhoz, de inkább úgy gondoltam, hogy mivel szerintem vannak itt rajtam kívül a többiek is, és nyilván ők se szeretik a tankokat, így megpróbálom ketté osztani a tankok közt a rakétám számát. És egy kisebb-nagyobb sikerrel véghez is vittem, mert hogy mindkettő tank, ellenséges tank megsemmisült, és úristen, itt van a fejem fölött, jaj, helikopter, és nem vettek észre, vagy nincsen benne gunner. Mindenesetre megkímélték a senki ház életemet, és húzzuk szépen vissza a B pontot, és csodálatos, az ellenséges helikopter is megsemmisült, szépen belerémeltek a A pont felett. Hú, nagyon jó. Azt mondja, meg lesz a B pont, az A a miénk, az állás jelenleg 407 tiket a mi javunkra, és 431 tiket a oroszok javára, hát egyelőre még ők vezetnek, de hamar fordulni fog a kocka, hisz kettő control pont van a mi kezünkön, míg az övékén csak bizony egyetlen egy darab, és már is nyomulunk a célre, mert hát hamar le akarjuk mi zárni a dolgokat. Próbálgatom figyelgetni itt a minimapot, hát előttem található mérnököt már sikeresen kivégeztük, de itt a bal oldalunkon van még egy mérnök, aki megtalálható. Ő már kapott pár golyót, de hát nem nagyon akarja feladni a harcot, úgyhogy egy headshot-tal sikerült likvidálni az illető úriembert. Eddig jól áll a küzdelem, és a C az ugyancsak elkezdett villogni, magyarán húzzuk az ázót, viszont a B is elkezdett villogni, úgyhogy hamarosan gyűrűre kéne vigyük itt a dolgot. Egyelőre nem látok további gyalogosokat, tehát a füst és a lángok azért néha a kilátásban is zavarnak minket, sikerült beszürkíteni a C-t. És figyelgettem továbbra is a minimapot, hát az a baj, hogy túl sok ellenséges gyalogos van a környékünkön, úgyhogy elhagytam a járművet, mert túl figyelemfelkeltő. Egy úriemberrel sikerült végezni, de még mindig van itt egy úriember, aki megtalálható, és a fene fedezékben volt a csipa, úgyhogy szépen leszedett engem, álmanó vinné el. Nem egyszerű küzdelem, ezt kérem szépen. Operation Firestorm azért, ez mondjuk úgy, hogy egy legendás pálya, amit elég sokféleképpen tudunk borsot törni az ellenség orra alá. Orosz kollégák előszeretettel szoktak például az amerikai base mellett megtalálható magaslaton elhelyezkedni, és akkor onnan próbálják a amerikai base-ről kint nyomuló Abrams tankokat, jeepeket és egyéb járműveket, tehát szépen rakétával, javelinnel, bármivel, ami képes halált és pusztulást okozni, szépen bántalmazni. És hát hála égnek, mióta kijött ez az új pálya, ezt még egyelőre nem nagyon nem vettem észre, hogy ilyennel próbálkoznának, vagy azért már még úgy, mit tudom, még kiment a divatból, vagy valahogy ellehetetlenítették a készítők, hogy ilyesmi dolgot műveljenek a drága jó emberek. De én azt vettem észre, hogy a BF3-ban azért ez rendszeres volt, hogy ott voltak csipák és mérnökök, meg komplett az egész orosz haderő képes volt néha azon a dombtetőn elhelyezkedni. Most a komolyabb összecsapás hiány, így inkább ők is a kontrollpontokra koncentrálnak, az én legnagyobb bánatomra, hisz az a tank most lőtt egy tarkón.
Mindenesetre sikerült egy kisebb-nagyobb galibát okoznom számára, és el is hagyta a járművet, ami meg is semmisült. Nagyon jó. Mennünk kéne vissza a B pontra. Már hogy azt húzza az ellenség. Egészen pontosan szerintem a tető lesznek itt megtalálhatók. Itt vannak ezek a raktár épületek, és hát a, vagy a belül, vagy a tetején szoktak általában elhelyezkedni az ellenséges úriemberek. Úgy látom, hogy a tetőn most nem nagyon vannak, úgyhogy megnézzük. Itt ott van lett az illető. Ez egy olyan annyira véletlen lövés volt, hogy nagyon mindesetre sikerült vele végezni, úgyhogy bevédtük a B-t. És mennünk kéne tovább a C-re, hisz az még mindig ellenséges kézen van. Most hát nem ellenség, mert most foglalták be a többiek, de hát valószínű, hogyha enemy van a közelben, akkor ők nagyobb eséllyel fognak ott előfordulni, mint jelenleg a B-n. És valahol itt a fejem fölött vannak a csipák. Igen, ezen az olajos csöves akár előszeretettel szoktak elvegyülni. Úgyhogy jó lesz majd vigyázni. Van itt ez a gomb, ezt hogyha megnyomjuk, és hogyha van ott csipa, akkor elméletileg rommá ég. De általában azok se annyira vég, hogy pont ott helyezkedjenek el, úgyhogy inkább mindig ott oldalt, azokon a tűzlétra melletti korlátoknál szoktak mostanában elvegyülni. És nézzük a minimapot, megint van itt egy ellenséges úriember. És sikerült vele végezni. Captain John, nagyon jó. Na, megvédtük továbbra is a C-t. Hát egy jármű kellene, mert hát most itt nagyon nekem nem nagyon tudnék itt mit csinálni, azon kívül, hogy tök jó célpont vagyok itt a környéken, úgyhogy gyorsan el is húzom minden a csíkot, és a B újfelt elkezdett villogni, úgyhogy megnézem magamnak a környéket. Azt mondja... ott van egy úriember, és sikerült vele végezni, de pont szembe vagyok egy tankkal. De jó nekem. És nem haltam meg egyből, hanem most haltam meg, de jó. Mindenesetre egy kicsit megrémítettem a tank legénységét. Biztos meglepődtek attól, hogy a mérnök egyenesen neki szalad a tanknak. Na de se baj, a cél elkezdett villogni, azt hiszem squadot fogok váltani, mert elég kevesen vagyunk ebbe a teambe. És nagyon jó, mert van itt egy helikopter, és imádok helikopter gunner pilóta lenni, mert hát vezetni azt nem nagyon tudok, de lőni azt szeretek, úgyhogy ezt nekem találták ki. És az ellenséges helikopterre sikerült egy párat rásoroznom, de hát ez valami kevés volt egyelőre. Kicsit azért legyengítették a Gunnert a BF-3-hoz képest, mert hát azért ott egy sorozattal egy helikopter különösebb gond nélkül el lehetett pusztítani, és hála égnek a pilóta hibájából lezuhant, nem azért mert én öltem meg, hanem sajnos volt annyira béna, hogy szépen hagyta ereszkedni a helikoptert. És úgy látom, nekem egy jó pilótám van, hisz lerakta a gépet és most elkezdett engem javítani. Úgyhogy készüljetek fel gyerekek, most Chassis helikopterezni fog egy picit. Úgy látom, jól alakul egyelőre a küzdelem, tényleg kicsit elkalandoztam, hát az állás amerikaiaknak 385-iket és oroszoknak 238-iket, egyetlen egy a B control pont van jelenleg a mi kezünkön, és az A és a C, hát a ellenséges kézen, bár a C-t most nagyon betámadták a haver srácok. És merre kéne tovább menni, hát szerintem be fogjuk támogatni mi is egy kicsit a C-t. Próbálunk spotolgatni itt a helikopterről az emberkéket, csak az a gáz, hogy nem nagyon akar ilyenkor spotolni, eléggé rá kell zoomolni az illető úriemberre, vagy hogyha földi erők spotolják az ellenséget, akkor egy kicsit könnyebb dolgunk van, mint ezt az előbb is prezentáltam nektek. És azt mondja, vannak még itt szép számmal ellenséges gyalogosok, úgyhogy ott van az illető. Hát szegény Captain John már megint megpusztult. Na azt mondja, hogy jó lesz egy kicsit visszavonulni, mert már nagyon közel vagyunk az enemy base-hez. És ott szaladt egy úriember, és most a helikopter pilótán besegített az elpusztításába. Na, eddig jók is vagyunk. Próbálok még gyalogost így keresgélni, de most jelenleg nem látok, viszont valaki lő minket. Az áll szépen beszürkült, úgyhogy ha van valahol ellenség a jelen állásnál, látok, az valószínű, hogy az A-nál lesz. És látható, hogy ott vannak bent az épületbe. Talán ha majd megfelelő szöget sikerül találni, akkor kicsit úgy meglepetést tudok szerezni az ott található úriembereknek, ez még annyira nem biztos, viszont megjelent a égen az ellenséges helikopter is, úgyhogy jó lesz majd arra is odafigyelni. Mindenesetre a földi erőknek be kéne segíteni. És azt mondja, hogy ott vannak a fiúk még mindig, és sikerült velük végezni, közben egy Tomahawk is becsapódott az A-ba. Elmondom itt aztán valahogy gyerekek. És már is jön az enemy helikopter, próbálok egy kicsit rásorozni, hát ha megrémül, hát túl késő. Akkor adok neki egy kis rakétát, elhagyták a pilóták még azelőtt a járművet, hogy becsapódott volna a rakéta, ezért nem csapódott be.
Úgyhogy gyalogosan veszik fel tovább itt a harcot az Zán. Azt hiszem az ellenséges helikopter pilóta is kiszállt. Igen, ott volt az úriember, vele sikerült végezni, és még ott a konténerek környékén látok egy piros háromszöget, spotolom is az illetőt, és búcsú ajándékét kapott tőlem pár golyót is, bár nem sikerült vele végezni, azért gyanítom megjegyzett magának egy időre. És húzzuk vissza az Zánt, gyönyörű szépen alakul idáig a küzdelmünk. 358 tiket van a mi javunkra, és 157 tiket az oroszoknak. Hát ha ez így megy tovább, gyerekek, rövidesen egy ilyen 2 percen belül vége lesz a küzdelemnek. Reményem szerint ott is elintézett az illetőri ember a Lumusztalú. Kedves kollégám kinyírta, és volt olyan kedves kollégám, aki meg feltámasztott. Úgyhogy szépen meg is köszönöm neki ezt a nemes cselekedetet, úgyhogy folytatódhat tovább a mission. Azt mondja, hogy itt az Ánál még mindig van egy piros háromszög, úgyhogy továbbra is itt kóvájgok egy leheletnyi ideig, amíg meg nem találom az illető embert, aki ott mászik fönn a tetőn. Hát próbálom eltalálni, nem mindig olyan egyszerű, most fedetékből is még kidugom a fejem, és elkaptuk a gyerkőzöt, közben az épület is összetölt, és visszahúztuk az át. A cél az mindeközben beszürkült, de most jármű híján azt hiszem gyalogosan leszek muszáj elnyomulni egészen a C területéig. Hát igen, ennek a pályának az egyik jellegzetesség az, hogy eléggé nagy, és hogyha nincsen járműved, megszívtat, mert mászhatsz annyit, mint az állat. Úgyhogy, hát, most nézzétek el nekem, gyerekek, de én most gyalogolni fogok. Azt mondja, mögöttem nincs ellenség, előttem úgy látom nincs ellenség, viszont itt a bénél, mintha egy tank próbálkozna kisebb-nagyobb erővel benyomulni. Egyelőre úgy látom, hogy a többiek feltartóztatták. Igen, legalább 3 barát van ott a tank közvetlen környékén, úgyhogy nekem is be kéne oda csatlakoznom a buliba. Hiszen vagy meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres a mission. Elhagyta a legénység a tankot, de még úgy látom gyalogosan megtalálhatók a színen. Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy én is benyomuljak oda, és ott próbálja javítani a tankot, hát az illetővel sikerült végezni, de kedves társa az itt volt mögöttem meglapulva. Hát talán vele fognak azért előbb-utóbb a társaim beszélgetni. Hú, na és már is leszületünk egy tank gunnerja mögé, és hát már is itt az első újabb áldozatunk. Vele is sikerült egy headshot-tal végezni. És már is megyünk be a szének a területére, viszont itt a tartály romja mögött itt van egy ellenséges tank meglapulva, úgyhogy már is rászeveztem egy kicsit, nehogy már azt higgye, hogy meglepetést okozott számukra. Közben egy gyalogos is idejött, és úristen! Ezt sikerült túlélni. Az ellenséges tank pedig elnyúlt a zászló területéig, úgyhogy azt utol kéne érnem, de azt hiszem vele már végeztek is a többiek, úgyhogy én szépen benyomulok a C-re. Lelkesen nyomogatom azt a gombot, hát ha egyszer valakit meg tudok majd sütni, de még sose sikerült, pedig egyik álmom az, hogy sütögessek itt a Firestormon egy snipert ott a tetőn. És itt van a hover tank, elkezdtük húzni a zászlót. A minimap alapján tudok csak tájékozódni, hogy az ellenség merre lehet. Hát most jelenleg 2 oldalról is van ellenség, úgyhogy próbálok itt a tank közvetlen közelébe maradni. És hát már 2 vannak itt a romok mögött. Óvatosan megpróbálok oda befigyelni. Azt mondja, és ott van az illető úriember, spotoltam, jó a headshot, jó. Boca King. Na, húzzuk tovább a C-t, de előjött egy tank is, abba is belenyomtam egy rakétát, de még azelőtt meg semmisült, hogy egyáltalán rásebeztem volna, vagy nem tudom mi történt azzal a tank, amin esetre felrobbant. És itt van még egy úriember valahol a szikla mögött. Azt hiszem gyerekek, most fog jönni a finálé, ami idáig még nem volt. Szépen oda megyek és leküliselem. Avasz, haver, avasz! És késdöptünk a szívébe. Szegény Captain John már megint. Hogy utálhat engem ez az ember, úristen? Na, hölgyem és uraim, 334 tiket van a mi javunkra, és 11 tiket az oroszok javára. Mind a 3 kontrollpont a mi kezünkön van, és szépen lehet látni, hogy leürítettük a szervert, úgyhogy hölgyem és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek Operation Firestorm 2014-es túravezetésemet. Remélem tetszett az a kis rövidke kis műsor, amivel mára készültem nektek. Találkozunk a következő epizódba, sziasztok!